Néhány évvel ezelőtt indult el térségünkben a Zempléni Diákvérprogram. A Magyar Vöröskereszt Zemplén területi szervezete által indított eseményeken Sátorai Újhelyen is környékén szólítanak meg középiskolákat, annak érdekében, hogy a már 18. életévüket betöltött diákok is segíthessenek ilyen módon. Ehhez csatlakozott a Sátorai Újhelyi Kossuth Lajos Technikum szakképzőiskola és gimnázium is. Kababik Edina, az intézmény igazgatója szerint ez több szempontból is fontos. Egyrészt, mert egészségügyi képzésünk van, és úgy gondolom, hogy a kettő az összeegyeztető, sőt, teljes mértékben össze is kell, hogy egyezzen. Másrészt pedig minden egyes ember a levetvérrel két másik ember életét mentheti meg. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon lényeges dolog, hiszen ne legyen rá szükségünk, de bármelyikünk szorulhat arra, vagy bármelyikünk családtagja szorulhat arra, hogy ahhoz, hogy életben maradjon, vérre van szüksége. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek időben megtanulják azt, hogy hogyan tudnak segíteni embert. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a diákok, akik már egyszer vért adtak, a későbbi években is szívesen választják ezt a fajta önzetlen segítségnyújtást. Átérzik többen is. Itt igazából az a probléma, hogy nagyon sokan félnek a tűtől, tehát nincsenek hozzászokva, úgy gondolják, hogy ez nekik egy nagyon fájdalmas dolog lesz. Próbáljuk nekik elmagyarázni, hogy nem is fájdalmas, másrészt pedig nagyon egészséges a véradás, hiszen felfrissült tőle a szervezetük egy véradás után. Hát hajrá, hát ha jobban fog majd nekik menni. Amelyik diákunk egyszer beszállt a sorba, azután már rendszeresen lejön mindig a véradásra, és hát ugye várjuk a külsősöket is, a szülőket is, de ugye ők meg dolgoznak, úgyhogy nagyon nehezen rávehetők. Illetve évről évre egyre kevesebb a 18 év feletti diákunk is, az azért ez problémát jelent a véradás tekintetében. Kababik Edina hozzátette még, hogy a már 18. életévüket betöltött diákok több mint fele vesz részt az iskolai véradás programban.